Sziasztok! A mai praktika videónkban különböző húspuhítási technikákat fogunk megmutatni. Az első egy sósvizes pácolás. Körülbelül fél liter vízhez kettő kanál sót teszünk, kettő evőkanállal. Ebbe fogjuk beletenni a húsokat. A só hatására az igaz, hogy először veszít a vízéből, de aztán felrazulnak az izomrostok, és többszörösét képes felvenni, mint amennyi vizet elvesztett. Annyi húst tegyünk bele, hogy a víz még éppen ellepje a húsokat. Időnként meg kell forgatni, hogy egyenletesen mindenhol érje a felületét. Egy éjszakát hagyjuk ebbe a páclébe. Páculás után érdemes kiszedni belőle, lecsöpögtetni, akár egy konyharuhán vagy kéztörlőpapíron. Mikor tesszük az olajba vagy a zsírba a sütésre, akkor ne fröcsöljön az olaj vagy a zsír. A sütés közben nagyon szépen fel fogja puhítani a húst. A másik ilyen a fokhagymás tej, ami igen népszerű. Ezt leginkább rántott húsokhoz szokták használni. És nagyjából egy fél liter tejet tettem. A fokhagymát meg hát ízlés szerint tesszük bele. A pácolást előző nap is elvégezhetjük, minél tovább áll benne a hús, annál puhább és ízletesebb lesz a húsunk. Itt is ugyanúgy járjunk el, mint a vizes, sós pácnál, hogyha kivesszük sütés előtt, ezt is érdemes lecsöpögetni, hogy ne fröcsöljön a zsírba vagy az olajba. Természetesen ez csak a sóságát fogja neki megadni, főleg sütésnél, hogyha sütünk húst, akkor a fűszerezést ezután végezzük. Plusz egy tipp, hogyha a sütés előtt egy fél órával szódabikarbonával meghintjük a húsokat, az felazítja a rostokat, akkor is nagyon finom puha húst fogunk kapni.